Hallgassuk meg egymást mi is. Következik Majtényi Lászlónak, az Eötvös Károly Intézet elnökének rövid beszéde. Utána Vojnich Erzsébettel együtt átadják az intézet által alapított Rák Bende díjakat. Figyeljetek jól! Kedves barátaim! Kizökkent az idő, és nektek, Millás királylányoknak és királyfiaknak adatot, hogy arra születtetek, hogy helyre tegyétek. Van itt egy gond, ezt nektek kell megoldani. A Nemzeti Együttműködés Állama nem jogalkotó állam. A felsőbbség parancsa nem jog. A mi felfogásunk szerint a jog a zsarnokság elleni védelmet jelenti. Vannak jogaink. Most is gyakoroljuk a jogunkat. De a legalantasabb eszközökkel próbálták megakadályozni, hogy ma itt összegyűljetek. Csak annyi jogunk van, amennyit magunknak kiharcolunk. Addig nincs baj, amíg a zsarnokság nem éri el az alkotmányt. Azonban elérte. Úgyhogy a maradék jogainkért is küzdenünk kell. A Lex Borkaik, a Lex Járaik, a Lex CBA-k, a Lex Dohánytröszt, a Lex DK, ezek nem jogszabályok, ezek nem teljesítik a jogkövetelményét. Ezek lehetnek szabályalkotási aktusai a parlamentnek, de jognak nem nevezhetők. Nem védenek a zsarnokságtól, hanem intézményesítik a zsarnokságot. A nemzeti együttműködésben, Kosztolányival szólva, a parlament a falra ment. Menjetek onnan, légy szíves! Még pontosabban azt is mondhatnám, hogy az alkotmány jó vastagon fölkente a neogót falakra. Az a kérdés, hogy ilyen helyzetben szabad-e nevetnünk, lehet-e ironikusan nézni a világra? Barátaim, van itt egy nagyon fontos, áradó, nagy közép-európai tradíció. Ez a groteszk tradíciója. Ennek a tradíciónak, hiszen most Petőfi Sándor ünnepét is üljük, az egyik legnagyobb magyar képviselője Petőfi Sándor volt, és legjobb szeretett barátja Arany János. Az elveszett alkotmány ennek a groteszk hagyománynak a nagyon szép dokumentuma. Arany János egy nagyon fontos dologra figyelmeztet bennünket az elveszett alkotmánnyal. Nevezetesen arra, hogy a magyar történelemben rendszerint a szabadság ügye és a függetlenség ügye kéz a kézben járt. De nem mindig. Van, amikor a szabadság ellenségei a kerítésen belül támadnak. Erről szól az elveszett alkotmány is. Az elveszett alkotmány központi alakja Rák Bende, az alkotmány pusztító maradiság örök képviselője. Most pedig átadjuk a megérdemelt nyerteseknek a Rák Bende díjakat. A Rák Bende díjat azok a magyar politikusok és közéleti szereplők érdemelhetik ki, akik a jogállam az alkotmány tönkretétele terén meggyőződésből vagy gyávaságból maradandót romboltak. Első alkalommal több fokozatban 2011-es teljesítményeket díjazzuk.
A Rákbende Emlékbizottsága napokban összeült, és a magyar emberek jelölése alapján 2011-es teljesítményeket értékelve hozott döntést. Az Emlékbizottság tagjai Vojnics Erzsébet festőművész, Péter Fibori színésznő előadóművész és Grecsó Krisztián író voltak. Fődíjat kap a Rákbende hasonmás verseny nyertese. A díj egy medvecsapda, a Csalinak belehelyezett alkotmánya. A zsűri a megtisztelő díjat Szájer Józsefnek ítélte oda. Mert miközben máig nem tudjuk, hogy kik írták az alaptörvényt, nem csak elhitette, hogy a Brüsszel-Strasbourg vasúti viszonylaton egy iPad-en írható az alkotmány, hanem miközben személyes szerepe volt a demokratikus jogállam létrehozásában, kulcspozíciót vállalt annak lebontásában is. A Rákbende díj Úri Lócsi szár fokozatát Balsai István nyerte. Ez a nemzet könnyeivel feltöltött kemping infúziós készlet. Balsai István olyan egyéni képviselő indítványával, mint amelyben például a bírósági ítéleteket érvénytelenítő semmiségi törvény kiemelkedő szerepet játszott a jogállami alkotmány pusztításában. És ezt azzal a bravúrral tetézte, hogy ő maga terjesztette be azt az alkotmánybíróság létszámának növeléséről szóló törvényjavaslatot, amely aztán lehetővé tette, hogy alkotmánybíró lehessen. A Rákbende díj róka lelkű fokozatát Lázár János nyerte el. Íme itt látható egy kenyérből készült utcakő. Lázár János azzal játszott jelentős szerepet a jogállami alkotmány elpusztításában, hogy álhatatos munkával gyakorlatilag megszüntette a törvényalkotás érdemi, társadalmi és parlamenti vitáit. Ennek betetőzései azok az ugyancsak általa jegyzett módosító szabályok, amelyek szerint akár a záró szavazás előtt is teljesen átírhatóak a törvények. A Rákbende díj élesen csikorgó érckakas fokozatát Szijjártó Péter kapta. Ez egy iPad aranyláncon. Szijjártó Péter szóvivői munkájával kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a közügyek nyilvános megvitatása ma Magyarországon szinte lehetetlen. A zsűri pozitív nem Rákbende díjat is kiosztott. Vojnics Erzsébet festőművész művet. A pozitív díjat megosztva ítélte oda Parti Nagy Lajosnak, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének az alkotmányosság alapértékeit számon kérő ironikus ábrázolásáért, valamint az Alkotmánybíróság hatásköre megcsonkítása miatt lemondott alkotmánybírónak. Mivel az utóbbit nem találjuk, a díjat Parti Nagy Lajos egyedül veheti át. Igen. Egyszer volt, hol nem volt, volt ecső, majd fél száz magyar mese az élet és irodalomban, s van most ez az első nem Rákbende díj. Becses díj, hisz mégis csak Arany János, közös és legelső nyelvédesapánk a névadója. Becses továbbá alapítója az Eötvös Károly Intézet és munkatársai miatt,
akiknek azzal köszönöm meg az elismerést, hogy rövid leszek, és nem olvasok fel egy mesét sem. Ami pedig a nemet illeti. A rákbende és a nem rákbende díjat egy nem szócska választja el. Örülök, hogy sokad, ha nem is eleged magammal, ezt a nemet ki tudtam és ki tudom mondani. Nincsenek illúzióim, ennek még sokáig foghatok örülni, sokáig kell még nemet mondanunk. Nemet a Tejhatalom ZRT-re, a Kerál új ruhájára, az elveszejtett alkotmányra, erre az egész avittális, gőgös, sértett és sietős berendezkedésre egy demokrácia romjain. Siránkozni nem akarok, lelkesíteni nem tudok. Teszem, amit a dolgomnak vélek, s akkor az a dolgom. Leírni a magam módján és nevében ezt itt, magunkat, Mária országát és a sok-sok Máriójét, ahol a nem rákbendék többen, a rákbendék meg hatalmon vannak. Aztán fordítva, amíg a kurtafarkú malac túl, amíg meg nem. Köszönöm a díjat.